kedves barátaim! Ismét egy nagyon szép helyen kirándulunk, tartsatok velünk! Amit most láttok, ez Európa egyik legnagyobb békesztupája. Ez a szentély Zalaszántó mellett található a Kovácsi hegyen. Ez a hófehér építmény 30 méter magas és 24 méter széles. A stupa egy zárt építmény, délkelet felé néz. A hegynek ezt a részét, amin a stupa áll, az emberi jogok parkjának nevezik. 1992-ben épült, és a Dalai Láma személyesen avatta fel 1993. június 17-én. A Buddha szobor Dél-Koreából származik. A stupa belsejében egy 24 méteres életfa található. Elboldogunk oda föl, megnézzük közelről is azt a Buddha szobrot, és gyújtunk füstölőt, mint ahogy az itt így illik, aki ide látogat, azok gyújtanak. Minden körönkörbe kell menni, jó, hát akkor, ha úgy szokás, körbe megyünk. Már főfelére menjünk körbe, vagy lefelére? Főfelére. Főfelére? Akkor arra menjünk-e, séta? Jó, hát legalább itt többet látunk. Csöpök ki a víz a falból. Ahol ma nagyon szép idő van, úgyhogy azért ki is használjuk a lehetőséget. Hát az árnyékban nem, de ahol süt a napot, igen jó. Lehet látni az imazászlókat. Akkor most, amit itt körbe járunk, addig megzarándokoljuk. Na, milyen jó dolog. Ez is egy nagyon szép kirándulóhely. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki erre jár az Zalaszántó környékén. Hát az elég csúnya dolog, hogy ott eldobták a cigarettacsikket, pedig hát nem is szabad dohányozni. Itt igazából. Na, egyel följebb jöttünk, akkor már csak megint egy kört kell tenni. Meg utána majd megint. De nem baj, mert egyre messzebb el lehet látni. De? Igen. Most február 4-e van. Hát ahhoz képest ez tényleg ilyen tavaszias idő. Elromlik, igen, sajnos aztán hétvégéig még jót mutat aránylag. Jövő hétre már romlik, de hát megpróbáljuk addig is kihasználni, amíg jó idő van. Igen, hétvégére megyünk a Becse barátunkhoz. Úgy néz ki, most már összejönnek a dolgok. És bizony nagyon jó kis régi, nagyon régi kutakat kutakodunk ott. Bízzunk benne, hogy jól fog sikerülni. És hogy találat is lesz. Még egy szintet jövünk. Akkor megint körbe kell járnunk. Igen. Nagyon süti a nap azt az üveget ott fönn. Ezek a dimamalmok. Kicsit nyitrognak.
az összeset meg lehet forgatni. Ezek részből készültek, úgy látom. Tehát igazából antibakteriális. Nem nagyon kell attól tartani, hogy másoktól elkapunk itt valamit, nyugodtan meg lehet forgatni mindet. Szembesük most a nap. Körbeártuk, megpörgettük. Itt állandóan vannak szerzetesek is. Lehet vásárolni náluk emléktárgyakat. Imazászlókat, pörgettyüket, mindenfélét. Kis madáretetőt, a cinegék ott vannak bent lent. Bence meggyújtja füstölőket, ha sikerül, szél nem fújja. Ide szoktak adományokat is rakni. Talán. Szép nagy egy szobor. Akkor most füstöl. Szépen füstölget. Jó illata van. Jó. Akkor lemegyünk. Szóval, kedves barátaim, aki erre jár, annak nagyon ajánlom, autóval végig fel lehet jönni, nem valami túl jó az utolsó szakaszon az út, de fel lehet jönni, vagy akár lejjebb hagyni az autót, és nagyon szép erdő keresztül vezet ide fel az út. Hát érdemes eljönni, egy jót kirándulni, nagyon szép ez a hely. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk. Sziasztok!